Na sziasztok, ez itt izraeli utazásunknak az 5. napja. Hú, hát nagyon izgulok, rettenetesen izgulok. Most van ugye a nagy esemény, a fő esemény, a nagy grand final, ugye a nagy fődöntő. És ma ezért egy kicsit még így a nap elejét is kicsit lájtosra fogjuk, illetve szabát van, a buszok se járnak, sehova se tudunk úgy eljutni busszal. Persze gyalog, hogyha szeretnénk, akkor megoldanánk. Lemegyünk majd a tengerpartra, kicsit fürcsizünk, napozunk, pihenünk, majd megebédelünk valamerre, vagy itthon eszünk, amíg van kaján. És utána este 6-7 körül én elindulok a fődöntőre, ami nagyon hosszú lesz majd, ugyanis 3-4-2-ig fog tartani, míg lemennek a produkciók, az extra produkciók, Madonna, míg... Na hát lejöttünk a partra, az előbb már voltunk bent a vízben, hatalmas nagy hullámok vannak. Ugye ott van egy ilyen zátony, és akkor a zátony mellett arra, illetve arra ugye be tudnak törni ide a hullámok. Hát nagyon nagyok, egy kis fizika, úgy jönnek be a hullámok, hogy ugye annál a résznél, meg annál a résznél így nagyjából egymásra merőlegesen érnek, úgyhogy hullámok találkozásánál ugye az interferencia, attól függ, hogy milyen fázisban találkoznak persze, az interferencia miatt erősítés és gyengítés is előfordulhat, úgyhogy illetve még egy kis fizika, hogyha közeledik a part fele, ugye minél sekélyebb a talaj, ugye neki a homok, annál nagyobbra tud nőni ez a hullám, úgyhogy ezért szoktak például a cunamik is, nem is látják még, hogy jön a hullám, jön, és amikor a parthoz közelít, akkor viszont hirtelen megemelkedik és lecsap sajnos. Úgyhogy amit látjátok, rengeteg ember van kint a parton, szinte senki nem dolgozik, ugyanis ugye most van a szabát ünnepe, és nem úgy csak a buszok nem járnak, hanem az emberek se ülnek be, hogyha nem muszáj az autóba, úgyhogy az autós forgalom is kisebb. Még otthon se mosnak, se takarítanak, nem is főznek, mindenki pihen. Ide rengetegen kijönnek a partra, és itt jól érzik magukat. Hát én ekkora hullámokat még nem láttam, ezek akár 3 és 4 méteresek is lehettek. Rengeteg ember mindenfele, nagy szállodák. Illetve eléggé jellemző itt, hogy ilyen ezekkel a beachballokkal játszanak sokan. Ezek a beachballok ilyen kis ütögetős, hasonló, mint a pingpong, tenisz, ilyen kisebb, és majdnem is sportszerűen is űzik rengetegen. Nagyon sokan az idősebbtől kezdve a fiatalabb korosztályig. Van, aki labdázik, van, aki frisbee-vel játszik, úgyhogy itt mindenki nagyon jól érzi magát, és ez ugye a hétközben is tapasztalható volt, azonban akkor kevesebben voltak, most viszont már jóval többen élvezik itt a tengerparttal a lehetőségeket, hát gyönyörű. Ezután, a kis tengerpartozás után fel fogunk majd menni, meg ebédelünk, ilyen elővacsorázunk, és a vacsora előtt, vagy után, vagy ebéd után előtt, közben alatt fölött valamikor el fogok majd készülni, és megyek a döntőre. Hú, rettenetesen izgatott vagyok, nagyon jó lesz, és nagyon várom már. Nagyon sok fellépő, nagyon sokáig fog tartani, de nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Most egy kicsit bejön merészkedtem, de nem merek, mert a telefonomat így is eléggé féltem. Hatalmasak. Hát embernagyságú, de el tud engem lepni. Az egyik annyira megütött, hogy a bokám teljesen be is zagad. Uha! Ah! Hatalmas. Remélem nem ejtem bele a telefonomat. Hát ez a hullámmedence, ez jóval nagyobb, mint a budapesti ilyen akvaparkokban, vagy esetleg Szegeden, bármerre ilyen generált hullámokkal készült hullámmedence. Hatalmas. Hú, nagyon félek, nehogy itt a mobilomat elkapja, de... Na jó, nem is játszok így a szerencsémmel. Hát szerintem látszik. Na, megérkeztem az Eurovíziós Fesztivál döntőjének a helyszínére. Hát most már ez az Eurovíziós Fesztivál végének a kicsengése, itt fog tornyosulni minden. Érződik is, mert kint, ott, nagyon messzire
tüntetők vannak. Nem azt mondják, hogy Prime Minister, hanem Crime Minister, ugye nagyon tüntetnek az itteni, az izraeli miniszterelnök ellen, így maga az esemény miatt, meg így unblock, így minden, de szerintem ez majdnem minden országban így előfordul. Na, illetve, hát igen, egyre több az ember, egyre elegánsabban öltözködnek, de azért persze megtalálhatóak, akik szépen ilyen nemzeti díszbe öltöztették magukat, illetve a lelküket is. Most várok a szokásos kis kalcsimat, meg fogom majd venni, illetve most majd megint csinálok majd élő videót, amit Facebookon ti hamarabb látjátok, mint ezt a videót, úgyhogy ez így érdekes, de se baj, még egészen világos van, még a naplementét lehet érezni. Most buszos kalandom külön nem volt, mert a szabát van, nem járnak a buszok, és ezért a helyszín a rendezvény biztosított ingyenes buszokat a Kármeli felmináról ide, úgyhogy ez így egyszerű volt ide jutni. Én nem értem, az emberek mindig állnak ott bent a sorba, de hogy megnyissák a kapukat 8-kor, de ha megnyitják a kapukat 8-kor, akkor utána bemennek az emberek és leülnek, és eltelik 20 perc, és sor nélkül gyakorlatilag be lehet jutni, úgyhogy there is no sense. Na, majd bentről jelentkezem. Na hello, most már bent ülök itt a csarnokban, bent ülök, viszont nagyon jól a rálátásom itt a színpadra, tök jó. Már nagyon várom az egész sót, úgyhogy show közben ezek vagy ilyen bevágás, illetve majd a méginál köszönök egyet. Tel Aviv, majd még találkozunk máskor valamikor, nagy jövőben, biztos vagyok benne. Hello, hello.